szépen. Hát most nem tudom, hogy hányak-e vagy bőgjek. Az egyik ügyfelem, Ági, így kezdte élete első prezentációját. Szerinted mennyire volt lámpalázas? És hogyha téged is kiver a víz a szereplés puszta gondolatától, akkor valószínűleg te is vad lámpalázzal küzdesz. És mit akarunk azzal csinálni, ami az utunkba áll? Ki akarjuk iktatni, le akarjuk győzni, meg akarjuk ölni. Az a célom, hogy erről lebeszéljelek. Lehet, hogy eddig a lámpaláznak csak a vad, zabolátlan arcával találkoztál, de van neki egy barátságos, egy szelíd arca is. A lámpaláz egy stresszreakció. Seje János, a híres stresszkutató, kétféle stresszt különböztet meg, amit mi a köznyelvben is stressznek hívunk, ő azt úgy nevezi, hogy distressz. Röviden, tömören összefoglalva ez a állapot. És amit ő EU stressznek hív, ez a felfokozott készenléti érzékek kiélesednek állapot, ez a ting, röviden, tömören összefoglalva ez a ez az EU stressz. A lámpaláznál detto ugyanez a helyzet, ez a kétféle van. Megmutatom a különbségeket, mégpedig azért, mert azoknál, akik hozzám fordulnak, az esetek 99%-ában elég új szemszögeket verni a fejükbe a lámpalázzal kapcsolatban, és megszűnik a probléma. Tüneti szintről indulunk. A parázós, a bénító lámpaláznál mi van? Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Még a másik, a barátságos, a szelíd lámpaláz, az pedig feltüzel. Így oda akarod adni, amit van. Azért jöttél. És egyébként a testi tünetek, azok meg elég hasonlóak a másikhoz. Ilyen gyomor, ez az, szívverés, 600 a pulzusom kb. Lehet, hogy most már nem, de az előbb az volt. Tök normális. Nagyon izgalmas, hogy hogy van az időzítése ezeknek. A bénító lámpaláz esetében onnantól kezdve, hogy fölkérnek, vagy elvállaltad, miért pont én? Különben is, jaj, miért vállaltam el? Meg előtte, úristen, mi van, ha elfelejtem a szöveget? Meg mi lesz, hogyha nem jut eszembe? Közben, úristen, unják. Jézusom, az ott mobilozik. Úristen, utána? Jézusom, de szar volt. A másiknál is, ahogy mondtam, ott vannak a tünetek, de mikor? Közvetlenül előtte, és egészen addig, amíg el nem kezdődik. És mi van utána? Ahogy elkezded a parát, felváltja a jelenlét. És ez az, ami lehetővé teszi a kapcsolódást. Most már tudjuk, hogy mik a különbségek. Jön a millió dolláros kérdés. Mitől függ a mértéke? Mert hogy ugye nem a lámpaláz maga a para, hanem a mértéke. Mitől függ? Tök nyilvánvaló. Minél egészségesebb az én képed, az önbizalmad, annál egészségesebb a lámpalázad is. Valószínűleg ezzel semmi újat nem mondtam, nem leptelek meg, de a kulcs az nem ez. Nem ezen múlik. Akkor min? Rutin tapasztalat? Persze, tök sokat számít. Minél többet csinálsz valamit, annál jobban belejössz, mint kiskutya az ugatásba, ezzel se leptelek meg, de nem is ezen múlik. Nagyon sokat számít, igen, de nem ezen múlik. Akkor min? A vad lámpaláz megzabolázásának a kulcsa az, hogy hova helyezed a figyelmedet. Emlékszel még a bénító lámpalázos gondolatokra? Úristen, többet kellett volna készülnöm? Nekem?
Úristen, mi van, ha elfelejtem a szöveget? Én. Be vagy fordulva, ekkora a világ, ami ott történik, az persze, hogy para. Saját magad vagy a középpontban. Ráadásul, hol kóricálsz? Többet kellett volna készülnöm. Van hatásod, kontrollod a múlt fölött? Mi lesz, hogyha? Jövőre van hatásod most ebben a pillanatban? Nem sok. A vad lámpaláz megzabolázásának a kulcsa az, hogy arra fókuszálsz, amilyen értéket átadsz. És azokra, akiknek ezt az értéket átadod. Ez a kulcs. A lámpaláz megszelídítésének a kulcsa az alázat. Mert amikor kiállsz beszélni, az nem rólad szól. Arról az értékről szól, amit hoztál. Azokról, akiknek hoztad. Hogyha alázattal beleteszed a készülésbe az időt, az energiát, akkor nem lesz gond. És a szívedet is. És hogyha az van a szádon, ami a szíveden, akkor nem parázol. Ennyi. Köszönöm. Köszönjük szépen.